Szokott-e még az úszásra emlékezni, vagy álmodni róla? Hát az álmodni nem szoktam róla, emlékezni szoktam rá. Az 1952-es olimpiai százgyors döntője, amelyiknél utólag, most utólag kikerült, illetve akkor is utól kiderülhetett, csak valahogy úgy jött ki, hogy a célbírom bevallotta, hogy ő nem tudja, hogy én mikor érkeztem oda. Csak azt, mert ő a másik kettőt figyelte, csak azt látta, és hát azt mondta, hogy hát az úgy gondolta, hogy én akkor harmadik voltam. Maga volt az első számú esélyes? Én magasan az újság, utólag az újságokban láttam, hogy abszolút favorit voltam. Abszolút favorit. Az, hogy orvos legyen, az saját döntése volt, tehát Hogy már orvos legyek? eleve orvos Igen, akart igen. lenni? Nekem 5 éves koromban határoztam el, hogy orvos leszek. Akkor, amikor skarlátom idején, amikor még nem volt még se kemoterápiás szer, de antibiotikum még úgy se. És akkor elhatározta, hogy orvos Akkor lesz. határoztam el, hogy orvos legyek, mert fél éven keresztül tartott, hogy a különböző szövődményekkel megbirkóztak. És ezt a főorvosságig vitte. Hát elvittem mindesen patológiába, elvittem odáig, mert engem ez jobban érdekelt, hogy mitől beteg, mint hogy milyen beteg. Aha. Engem az okozati összefüggések sokkal jobban érdekeltek. Mindig az érdekelt a legjobban. Hogy tudta akkor az úszást összeegyeztetni az Hát úgy, hogy az egyetemmel? úszás tulajdonképpen kárpótolt. Végre volt valami, amiben úgy éreztem, hogy meg tudom önmagamat valósítani benne. Mennyi idejét vett el naponta akkor az úszás, amikor a Hát csúcson volt? nézze, tulajdonképpen sokat vett el, majdnem ugyanannyit, mint mostanában, csak az volt a probléma, azzal a különbséggel, hogy nem volt olyan tartalmas. Már úgy értem, az edzés, a Nem volt benne annyira lévő az edzés nem intenzív. volt olyan annyira intenzív. Maga Judit ugye a Rajki Bélánál úszott, akkor Igen. a Hunyadfinál, főleg a Novák lányokra emlékszem, Igen. és a Én mind a Sárosinál háromnál úsztam. meg a Székely Éva Igen, is de én mind a társa. háromnál úsztam. Mind a három edzőnél? Hogyne. Nem mondja. Hunyadfinál kezdtem, Sárosinál folytattam, és Rajkinál lettem klasszis. És mitől változtatott? Miért változtatott? A Hunyadfinál azért változtattam, mert Hunyadfi azt mondta, hogy ilyen, ugye a Novák lányokhoz viszonyítva én egy görbe macska voltam. Úgyhogy az a helyzet, hogy azt mondta, hogy ilyen fizikumban nem lesz valakiből úszó. És aztán a tovább miért ment? A Sárosi pedig, mikor azt kérdeztem tőle, hát most legyünk őszinték, a Sárosinak a Székely Éva fontosabb volt, mint én. És én ezt éreztem, és tudtam. És én megkérdeztem a Sárositól, az Európa, 47-es Európa bajnokság után, oda mentem a Sároshoz, megkérdeztem tőle, nyíltam, hogy mondja meg, mester, miért nem fejlődtem úgy, ahogy szerettem volna, és akar-e velem egyáltalán a továbbiakban foglalkozni? Azt mondja, hát Istenem, másodklasszisnak is kell lenni a világon. Hát mondom, köszönöm, de én nem akarok másodklasszis lenni. Jól emlékszem én, hogy volt valami jel, amit a versenyeken a Rajki Béla adott, egy ilyen fügy szó, és Igen, a mesélje. a finisre, hogy most kapcsoljon rá. És maga hallotta azt a vízben? Hogyne, hallottam. De nekem én már anélkül is éreztem, akkor már éreztem, hogy mikor kell. Az olimpiai bajnokságában, tehát a váltóban, a Igen. 400 gyors váltóban másodiknak úszott, Igen, ugye? igen, igen. Hát én mindig úgy szerettem úszni, ha nekem hátrányból kellett úsznom. Az valahogy az engem anspornt, mondja a német, A az Novák Ilonka volt az első volt az a első, igen. döntőben. Harmadik helyen váltottunk. Aha. És maga már elsőként Én jött. már elsőként adtam át a csapatot a következőnek. Az olimpiai bajnoki címet hozta a sport. Igen. A patológia a főorvosi címet Igen. hozta. A jog is hozott valami ilyen hasonló elismerést? Hát, hagyj gondolkozzam. Tulajdonképpen, hát az nem, talán nem annyira, nem. Nem hozott különösebbet, nézve, én aztán, mikor befejeztem, mikor nyugdíjaztak, mint patológus főorvost,
akkor elmentem beteg jogi képviselőnek. Éppen azért, mert meg volt a jogi doktorom, meg volt a jogi, hát mondjuk a jogi képzettségem, meg volt az, tehát mindenem meg volt hozzá, duplán meg volt az a képzettségem, amit a beteg jogi képviselőket, és akkor szervezték meg ezt. Hogy a sor végére értünk, az írás. Az volt a helyzet, hogy akkor ugye ez előbb, amikor édesanyám meghalt, akkor ott az iratai között megtaláltam, és megihletett, ha mondjuk ilyen nagyképűen szólva. Mi volt ez, egy napló? Nekem volt egy csomó ilyen feljegyzés a nagynénémtől. Az, ami a könyvekben van, azoknak egy része valódi élmény, mert csak az volt a kikötése, hogy nem írhatom meg olyan formában, hogy akár helyre, időre vagy személyre rá lehessen ismerni. Ő Egyiptomban élt, amiket ő elmesélt nekem abból, és ami a könyvben is, többek között a könyvben ezek az ő elbeszélései alapján szerepelnek, mondjuk az erotikusnak mondható jelenetek, nagyjából az ő leírásai alapján születtek. Már pedig abból szépen van ebben abból a könyvben. Van, hát önben ősz is szépen volt, mondta. És mi a sorsa? Most hogy áll ennek a könyvnek a sorsa? Saját pénzén adta saját ki? Saját pénzemen kiadtam, és saját pénzemen őrzök itt vagy 200 példányt. És most dolgozik valamit? Igen. Lehet tudni? Hát részben kisebb novellákon is az egyik. Hát hogyha ezt most nem akarom elkiabálni, de ha minden igaz, ha lehet hinni, és megint nem fog a sors beleköpni valahogy a levesembe, akkor az egyik novella az most fog meg, talán most megjelenik az Ésben.